Június 6-a a Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap, ehhez az európai rendezvényhez a MÁV HÉV ZRT is csatlakozott. A HÉV célja ezzel a vasúti átjáróban bekövetkező balesetek megelőzése. Ezért a HÉV munkatársai szóbeli tájékoztatással, kérdőívekkel hívták fel a közlekedők figyelmét a kultúrált, felelősségtudatos közlekedésre. A H5-ös HÉV Csillaghegyi megállójánál vagyunk, az erre közlekedőket és a HÉV biztonsági szakértőjét az útátjárókkal kapcsolatos témákban kérdeztük. Mennyire körültekintőek a HÉV környékén az útátjáróban az erre közlekedők? Szerintem körültekintőek. De... És hogyha... Vagy volt egy de? Volt egy de. Igen, hogy a fiatalok, akik zenét hallgatnak, ők nem annyira körültekintőek. Szóval szerintem ez elég veszélyes, mert én is észreveszem magamon, hogy amikor zenét hallgatok, akkor valahogy így ki tudom zárni annyira a környezetet, hogy ne nézek körül. Például a HÉV-nél vagy akár a zebrán, csak így az utaknál. Szerintem kevéssé körültekintőek. Én nagyon örülnék, hogyha az emberek jobban figyelnének. A lámpák jól működnek, a HÉV átjáró itt legalábbis Csillaghegynél tökéletes, de nem mindenki itt megy át, hanem a HÉV végénél a sineken, úgyhogy fülébe van a füldugó, és nem figyel oda egyáltalán, hogy a HÉV mögül hogy lép ki, hogy jön a szembe jövő vonat. Ez attól függ, hogy bent áll-e a HÉV, vagy sem. Ha bent áll, akkor igyekszünk elérni. Hogyha nem, akkor azért figyeljük a lámpát, hogy zöldön jöjjön. Elindulnak úgy, hogy mind a két lámpa pirosan villog, és sokszor sipolva fékez úgy a HÉV, hogy majdnem elüti. Abszolút nem körültekintek, napi szinten látom, pedig én is autóval közlekedem. Napi szinten mennek át a pirosan. A Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Napnak a célja, hogy a vasúttársaságok biztonságosabbá tegyék az útátjárókat. Ennek érdekében a MÁV HÉV ZRT a rendőrséggel közreműködve összesen 4 helyen figyelemfelhívó ellenőrzéseket végez. Létezik olyan, hogy udvarias közlekedés? Itt nem. Tömegközlekedésben? Hát elvileg léteznie kéne, de hát nem nagyon használják az emberek. Természetesen létezik, de a mai világunkban ez egyre kevésbé valósul meg. Én azt gondolom, hogy az embereknek jobban kellene egymásra is figyelniük. Mit jelent vajon a villogó fehér fény? A villogó fehér fény azt jelenti, hogy működik a lámpa, viszont minden esetben körül kell nézni, mert előfordulhat az is, hogy ettől függetlenül bármilyen HÉV vagy vonat el fog jönni. Hát sajnos nem tudom, de az biztos, hogy én jó körülbelül nézek, mielőtt elindulok, mert nem szeretném a keretek alatt nézni. Azt, hogy működik a lámpa. Körül kell nézni. Nem azt jelenti, hogy bárhol és bármit lehet tenni, hanem körültekintően kell átmenni, ez a legegyszerűbb. A KRESZ egyértelmű utasítást ad arra, hogy hogyan kell a vasúti átjáróban közlekedni. A vasúti átjáróban mindig fokozott óvatossággal lehet áthaladni. Járművel az átlagsebességnek 5 km/h kell lenni, és megállás nélkül kell áthaladni. Biztosított vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a teljes sorompó mindkét sorompó rúdja nyitott véghelyzetben áll, a fényjelző vagy hangjelző berendezést jelzést nem ad, illetve a fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad. Tilos a vasúti átjáróban, illetve közvetlenül előtte előzni. Tilos a vasúti átjáróban, illetve az attól számított 30 méteres távolságon belül megállni, hátramenetet, illetve megfordulást végrehajtani. Vasúti pályán a gyalogos csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közlekedik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a továbbhaladás tilalmát jelzi. Bekövetkezik az a bizonyos baleset, akkor vajon miért következik be? Hát mert nem figyelnek oda. Szerintem zenét hallgatnak, meg nyomkodják a telefonukat, aztán nem néznek körbe. Hát mert rohannak az emberek. Főleg az autósok. Már várják meg a gyalogost, majdnem rámegy a sarkára. Az önzés. Én megyek előre, én nekem van előnyem, én akarok előre menni, és a másikkal egyáltalán nem törődni. Hallott már arról, hogy Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap, és összeint van-e értelme az ilyen és ehhez hasonló figyelemfelhívó rendezvényeknek? Szerintem ennek nagyon nagy értelme lenne, de sajnos nem hallottam még róla, úgyhogy ennek kérünk szépen nagyobb reklámot. Ha lenne, akkor részt vennék rajta. Őszintén szólva szerintem nincs, mert hogy így ezt leginkább a szülőknek kéne megtanítani a gyerekeknek, és hogyha rájuk nem hallgatnak, nem hiszem, hogy egy vadidegen emberre fognak, hogy aki szórólapot nyom a kezükbe, hogy oda megy hozzájuk, tehát
nem tudom, így a legtöbb ember az ki is dobja egyből a szórólapot, szóval hiszem, hogy nagyon érdekli őket ez. Nem hallottam még, de azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, és szerintem ezt minél jobban kéne népszerűsíteni, mert biztos vagyok benne, hogy segít azon, hogy ez minél ritkábban lehetőleg semennyire ne történjen meg. A hévonalakon az útátjárókban idén május 27-éig 7 baleset történt. A balesetek a gyalogosok és a gépjárművezetők figyelmetlensége, szabályszegő magatartása miatt történt, tehát mindegyik elkerülhető lett volna.